Egy személyautó vezetője életét vesztette, amikor frontálisan ütközött egy kamionnal Nyárlőrinc határában a 44-es főúton ma kora reggel. Helyszíni beszámolók szerint Kecskemét felől haladt a személykocsi, amikor eddig ismeretlen okból áttért a másik sávba és frontálisan ütközött a szemből érkező, alkatrészeket szállító román kamionnal. A hatalmas ütközéstől a személyautó az út szélére csapódott, a benne egyedül ülő középkorú férfi beszorult. Őt a tűzoltók csak feszítővágó segítségével tudták kiemelni a roncsok közül. A férfi életét már a mentők sem tudták megmenteni. A román kamion vezetőjének nem esett baja, de elmondta, hogy Kecskemétre szállított volna autóalkatrészeket, amikor a baleset megtörtént. Járműve viszont annyira meghibásodott, hogy csak kamionmentő segítségével tudták elvontatni a helyszínről. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, a helyszíni szemle és a mentés miatt időszakosan teljesen lezárták a 44-es főút ezen szakaszát.